Petőfi Sándor, a 19. század költői Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetésihez. Nagy munkát vállal az magára, ki most kezébe lantot vesz. Ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmat s örömed, nincs rád szüksége a világnak, s azért a szent fát félreted. Pusztában bújdosunk, mint hajdan népével Mózes bújdosott, s követte, melyet Isten külde vezérül a lángoszlopot. Újabb időkben Isten ilyen lángoszlopoknak rendeli a költőket, hogy ők vezessék a népet Kánoán felé. Előre hát, mind aki költő, a néppel, tűzön, vizen át. Átok rá, ki elhajítja kezéből a népzászlaját. Átok rá, ki gyávaságból vagy lomhaságból elmarad, hogy míg a nép küzd, fárad, izzad, pihenjenő árnyék alatt. Vannak hamis próféták, akik azt hirdetik nagy gonoszan, hogy már megállhatunk, mert itten az ígéretnek földe van. Hazugság, szemtelen hazugság, mit milliók cáfolnak meg, kik naphevében éhen, szomjan, kétségbe esve tengenek ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a kánaán. És addig? Addig nincs megnyugvás, addig folyvást küszködni kell. Talán az élet munkáinkért nem fog fizetni semmivel, de a halál majd szemeinket szelíd, látcsókkal zárja be, s virágkötéllel, sejempárnán bocsát le a föld mélyébe.